Tisztelt kertvárosi lakók! Nem mentünk messze a tanyaudvartól. Sajnos addig, amíg a tanyaudvar az jó példával szolgál, a mellette lévő kis erdőben vannak negatív példák, mint ahogy lehet látni itt a imént összeszedett gumiabroncs. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a tavaly szokatlan módon történt lomtalanítás az idén meg lesz tartva. Hála Istennek egy kicsit előbb, nem a nagy nyári melegben, hanem március második felében, március 16-ától 30-áig zajlik a lomtalanítás a kerületünkben. Annyi változással, hogy a fővárosi önkormányzat egy évvégi határozattal az FKF szemétszedési szerződéséből kivette a veszélyes hulladékgyűjtést, tehát nem lesz gyűjtőpontos veszélyes hulladékgyűjtés, hanem ezt mindenkinek egyénileg kell megoldania, egyrészt a Csömböri úton, másrészt a 15. kerületben lévő hulladék udvarba való személyes elszállítással. Ezt példázza ez a kis szemétszedési akciónk, hogy ne ez legyen, hogy a közterületekről, illetve a perem részekről külön kelljen összeszedni a veszélyes hulladékot, hanem erre szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy most a kerületen belül nem lesz veszélyes hulladékgyűjtés, hanem ezt mindenkinek egyénileg kell megoldania. Egyébként ezek a hulladék udvarok egész évben nyitva állnak, tehát egész évben nem feltétlenül a lomtalanítás ideje alatt, hanem egész évben oda lehet vinni ezeket a veszélyes hulladékokat. Kérem, hogy ezekről az FKF, illetve az önkormányzat honlapján és Facebook oldalán is tájékozódjanak, erről folyamatosan közlünk adatokat, információkat.